Vagyunk Budán, a Szent Ferenc Sebei templomban. Ezt a templomot bosnyák ferencesek építették a 18. század első felében. Második József az ágostonosokat szélnek eresztette a kolostorukból, ami most a Margit körúton áll. Oda helyezte át, oda költöztette át az itt lakó ferenceseket, és onnantól kezdve az a kolostor a ferences rendtartomány központja. Ide ebbe a kolostorba, illetve a templomba erzsébetes nővéreket költöztetett, és egészen a közelmúltig az erzsébetes nővérek itt éltek, és foglalkoztak betegápolással. Jelenleg a templomban három nyelven van szentmise, német nyelven, magyar nyelven és horvát nyelven.